Magyar tündérmesék. Amin és a főtt tojások. Élt egyszer egy Solaria nevű országban egy fiatalember, Amin. 7 nappal látéve dolgozott, hogy megkeresse a napi kenyerét. Szántott, vetett, aratott a földeken és fejte a parasztok teheneit. Ám egyszer nagy szárazság sújtotta Solariát. Sajnálom, Amin, de nem adhatok neked munkát. A földek kiszáradtak, nincs mit vetni és learatni, fiam. Amin világa teljesen összeomlott. A kétségbeesés súlyától majd összeroppantak Amin vállai, ahogy lassan hazafelé bandukolt az úton. Még a falak is gúnyosan nézik, ahogy éhezem. Ha maradok, elsorvadok én is, mint a búzaföldek. Elmegyek! De hová? És mivel? El kell mennem Solariából máshová. Oda, ahol új lehetőségek várnak rám. Amin lelke nem engedte, hogy a sorscsapások alatt összeomoljon. De az éhség miatt folyamatosan kínzó kérdések gyötörték. Oly nehéz szívvel, akár a kiszáradt föld, Amin úgy döntött, hogy utolsó reménységéhez, a szomszéd csirketenyésztőhöz, Dirárhoz fordul. Dirár, öreg barátom, én sosem kértem tőled semmit, de most nincstelenül állok itt. Egy morzsám sincs, amit megehetnék. Dirárnak könnyült a szemébe, hogy így kellett látni a barátját. Kemény idők ezek, de amim van, megosztom veled. Neked adom ezeket a főtt tojásokat. Nem sok, de elüti az éhséged, amíg nem találsz mást. A kedvességed, Dirár, többet ér minden élelemnél. Visszafizetem az adósságomat. Amin remegő kezekkel vette át a kosár tojást. Elindulok az ismeretlen felé, de szívemben a barátságod melegével. Köszönöm, Dirár. Kívánom, mosolyogjon rád a szerencse. Sok hét múlva egy gazda munkát adott neki, és Amin újra fáradhatatlanul dolgozott. Amin egy piaci árusnak is segített bálákat rakodni. Bármilyen munkát elvállalt, a legkisebb fizetségért is. Egyik dolgos napja végén kis ácsolt asztalánál elkezdte számolgatni összekuporgatott apró pénzeit. Mindig lassan evett, kiélvezve minden falatot. Olyan óvatosan bánt a pénzével, hogy egy év múlva venni tudott magának egy kisebb földet. A második évben pedig egy birkanyájat. A harmadikban már lovai és tehenei is lettek. Múltak az évek, és jöttek az új küzdelmek. De Amin kitartása nem hagyott alább. Szorgos munkával és bölcs döntésekkel egyfajta jólétet teremtett magának. Ha idén lesz elég pénzem, megveszem a szomszéd földet is. Megvan szinte minden, amiről álmodtam, de valami hiányzik. Amin szívében egyre erősebben szólt a hang, hogy a siker gyökerek nélkül meddő győzelem. Mennyi gazdagság, mégis szegényebb vagyok, mint valaha. Elvesztettem a hazámat, a népemet és önmagamat. Hiányzik Solaria, vágyom a hazámba, vissza az otthonomba. Most, amikor már többje is volt, mint valaha remélte, Amin honvágya erősebb lett, mint a birtoklás öröme, ezért eladta a földjeit és állatainak jó részét. Amin fogta egyik tevéjét és felült kedvenc fekete lovára, akit barátja előtt tisztelegve Dirárnak nevezett el, és hármasban útnak indultak. Hazafelé végig arról álmodozott, hogyan fogadják majd oda-haza a falujában. Jó lesz ott neked is. Mindenki kedves és örülnek nekem. Ha hiszed, ha nem, én Solaria minden gazdájánál dolgoztam. Jaj, otthon.
találkozni fogsz azzal, akinek a nevét viseled. Amin lassított közeledvén szülőfalujához. Boldogan nézte az ismerős képet. Solaria éppen olyan volt, mint régi emlékeiben. A játszadozó gyerekekkel és a szorgoskodó lakóival. Ó, hát megjöttünk. Ám amikor belépett a kapun, senki sem ismerte fel őt. De gyorsan elterjedt a hír, hogy egy gazdag ember érkezett a faluba egy éjfekete paripán. Ah, ki lehet ez a gazdag ismeretlen? És miért jöhetett ide? Sst, azt hiszem meg akarja venni a földjeinket. Amikor az emberek rájöttek, hogy az idegen nem más, mint Amin, még több szóbeszéd kelt szárnyra. A piac csak úgy zsongott a pletykálkodóktól. Te gondoltad volna, hogy ez a csinos fiú Amin? Vajon hogyan tetszert ennyi pénzre? Talán törvénytelenül szerezte. Friss datoja! Itt a friss datoja! Édesebb, mint Amin nagy vagyona! Nem sokára már azt hitték, hogy Amin vagyona még nagyobb. Palotákról és pazar ékszerekről kezdtek el fecsegni a háta mögött. Jó napot, kisasszony! Milyen szépek az almái! Köszönöm, uram! Ezek Solaria legédesebb almái. Úgy vásárol, mintha közülünk való lenne. Hallottam, hogy hihetetlenül nagy földjei vannak. Meg palotái kupolákkal, miközben itt alkudozik pár filléren. Egy tucatot kérek. És mik azok az érdekes gyümölcsök? Gránátalmák, uram. Nem szeretné megkóstolni? Csak is kérkedni jött közénk. Miért nem osztja meg velünk, amije van? Barátok voltunk, meg kéne osztania az ezüstjét, az aranyát. Hogy páváskodik az előtt a lány előtt? Szégyelhetné magát. Duskál az aranyban, miközben a régi barátainak alig van mit enni. Barátai? Ha! Nem emlékszik dirárra sem. Naphosszat otthon ücsörög a sejempárnáin, és számolgatja a millióit. Ez nagyon finom. Kérek néhányat belőlük is. Adjon néhány garast egy szegény öreg embernek, jó uram! Kérem, adjon ennek az embernek, amit csak kér, majd én kifizetem. Nagyon kedves öntől, uram. Köszönöm a segítségét. Ahogy megmutatkozott Amin nagy lelkűsége, úgy erősödtek a gonoszkodások. Mert az irigység úgy nő és terjed, mint a gaz. Dirár, a csirketenyésztő, dühösebb volt a többieknél is. Milyen hálátlan ember lett! Meg kellene mondanod neki! Igen, így van. Ezt ne hagyd annyiban. Még megkeserüli. Gyere be, drága barátom, úgy örülök, hogy látlak. Elég a nyájaskodásból. Az adósságod miatt jöttem. Ó, Dirár, nem mondd, hogy azért a tucat tojásért jöttél. Csinálok egy omlettet a régi barátságunk emlékére. Még gúnyolódsz is, Amin. Gúnyolódok? Én? Csak próbálom derűsen nézni a helyzetet. Elég a szellemeskedésből meg a viccekből. Tartozol nekem! 7 éve várok és nézem, ahogy a vagyonom elfolyik, akár a homokszemek. Vagyonod? Főtt tojásokból? Dirár barátom, szerintem a hőség az agyadra ment. Dirár elvörösödött, amikor gondosan felépített érvei megtörtek Amin könnyed hozzáállásán. Ide figyelj! Nem egyszerű tojások voltak, hanem a jövőm zálogai. Tudod, mennyi kakasom lehetett volna belőlük? Forradalmasíthattam volna az egész tollipart és baromfi üzletágat. Ó, Dirár, az álmaid mellett elbújhatnak a mesemondók. Legközelebb azzal jössz, hogy megtanítottad volna őket aranytojást tojni. Csak csúfolódj, de tartozol nekem 500 arannyal. Felbecsülhetetlen értékük volt. Barátom, a kedvességed volt felbecsülhetetlen, de a számtanod kissé kusza. 500 arany egy tucat főtt tojásért.
A pénz elfeledtette veled, honnan jöttél. A bíróságon minden kiderül. Dirár elindult a bíróság felé, miközben hálátlan senkikről és elbukott csirke nagyüzemekről motyogott. Egy tucat tojást adtam Aminnak. Mindegyikből lett volna egy csirke, és mind tojt volna több tucat tojást. 7 év alatt óriási csirkeállományom lett volna, ha nem adom oda azt a tucat tojást Aminnak. Menj és szólj Aminnak, hogy holnap jelenjen meg a bíróság előtt, hogy dönthessek ebben az ügyben. Másnap reggel a bíró megnyitotta a tárgyalást, de Amin nem jelent meg. Az összegyűlt tömeg 30 percen át feszülten várt rá. Megszökött! Milyen gyáva! Meghozom az ítéletet, Amin fizessen Dirárnak 500... Bocsásson meg, uram, de szerintem Dirár számítása hibás. Fogalma sincs róla, mi a tisztesség? Amin, mit hozol fel mentségedre, és adj számot a késésedről is előttünk? Elnézésedet kérem, tisztelt bíró úr. A kertemben éppen ma kezdtem ültetni a főtt babot. Csendet! Elment az eszed, ember! A főtt bab sosem fog kinőni. Valóban nem, uram, de kérlek, mondd el nekem, mióta lehet a főtt tojásból kis csirke? A tárgyalóteremben zúgulódás támadt. Amin! Nem bűnös, és nem tartozik Dirárnak semmivel. Dirár megszégyenült. Mindenki Amin eszét dicsérte. Ebben a pillanatban Amin végre úgy érezte, hogy hazaérkezett, és boldogan élt, amíg meg nem halt.